Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Danuka rejtvénycsomagja című sorozatunk következő harmadik adásával, és most ismételten egy új játékot veszünk elő, ahogy így az elején ezt meg lehet majd szokni, folyamatosan egy új játékot fogunk elővenni, viszont ugyanattól a lengyel úriembertől. Most a Clocky nevezetű játékot vesszük elő, majd úgy is látható lesz majd a leírásban, vagy a leírás mentén valahomerre, hogy melyik, miről szól ez a bizonyos játék, vagy mi, hogyan kell leírni, mert ez egy kicsit trükkösen kell leírandó. Úgyhogy vágjunk is bele a játékba. Azt akarom megnézni, hogy a beállítások működnek-e akkor is, hogyha egy kicsit jobban nézem ki a dolgokat. Ami nagyon érdekes, hogy nagyon pici ez a játék, tehát vagy azt csinálom, hogy teljes képernyőre rakom, vagy pedig viszont akkor ilyen kicsi képen látom a dolgokat, mint ahogy most láthatjátok a képernyőn, vagy pedig teljes képernyőre rakom. Így, ez így tökéletes nekem. Na, nézzük akkor a szabályokat. Meg kell cserélni, és ezzel kapok jelet. Na, nézzük a következőt. És azon belül kell cserélgetni. Vissza kéne kapcsolni. Sajnos itt muzsika is van, úgyhogy éppen ezért nem tudom a játékhanggal, tehát nem tudom a játéknak a mozgás hangját berakni, mert ugye a muzsika is benne van. Na, úgy látom, hogy igazából itt annyi a lényege ennek a játéknak, hogy a vonalakat kell összerakni. Jó, ez így. Itt egy következő, na ez már egy fokkal nehezebbnek tűnik, de csak tűnik. Igazából a logikát én itt ebben a játékban ott érzékelem. Opa, még itt kell egyet változtatni, tökéletes. Itt igazából a logikát úgy abban érzékelem, és ebben lesz majd egy kicsit nehéz dolgunk, hogy melyik vonal mihez fog tartozni. És még ilyen is lesz, hogy ide-oda csúszogastassuk a dolgokat. Ez gyorsan megvolt. Jó. Igazából itt ezek az első néhány pálya az alapokat mutatja be. Például itt is. Hogy akár még egy önmagába visszaérő vonalat is lehet pakolni. Van nekem itt egy olyan érzésem, hogy lesz itt egy olyan része is ennek a játéknak, hogy... Igen. Na és akkor most fog következni az, hogy nem ez lesz itt a megoldás, hanem ezt is föl kell használnunk. Én nekem az az érzésem. Várjál, gondolkodom. És mindent ugye természetesen föl kell használni, úgyhogy első körben én azt mondom, hogy ezt használjuk így. Ezt ide. Szerintem az lesz, hogy itt alul... Jó kis karácsonyi hangvételű zenét kapott a adás. Nagyon olyan érzésem. Értem. Jó, úgy néz ki, hogy ilyen egybeérősek lesznek. OIC. Nagyon szép betűcsomag. Na, itt a következő. Ó, ez sem tűnik annyira nehéznek. Tehát akkor ér véget a feladatunk, ha mindegyiket összeraktuk, ha jó sejtem. És még azt is megmutatta most itt a rendszer, hogy ha már összezártunk egy vonalat, azon még lehet módosítani. Tehát nem lesz abból problémánk, ha esetleg azt nem. Jó, oké, érthető nagyjából a játék. Ki kell vitelezni, végre kell vinni az összes pályát, ez a lényege ennek a játéknak is. Itt majd abban fogom érezni a trükk részét, hogy lehet, hogy valamikor majd maximalizálni fogják azt, hogy hány lépésből csinálhatjuk meg az adott figurát. De
Tehát van nekem egy ilyen érzésem, hogy majd lesz egy ilyen trükkös része is ennek a játéknak. Ó, ez gyorsan ment. Próbálok olyan aggyal gondolkodni, hogy minél kevesebb lépésből oldjam meg a dolgokat. Már van egy olyan érzés. Nem. Az lesz, hogy fixálva lesznek blokkok. Aha. De szerintem nem csak ez lesz a trükk. Van egy olyan érzés, ami nem csak ilyen jellegű trükkök lesznek. Upszi. Ezt nem nagyon akartam. Akkor legyen így. Oké. Tehát ennél több trükk is lesz, én azt hiszem. Na, majd meglátjuk. Így előre. Nyugiban. Az a baj, eddig nem érzem annyira a kihívását ennek a játéknak. Tehát az, hogy most ide-oda cserélgetem a blokkokat, igazából... Már kezd egy kicsit bonyolultabbá válni ez a kinézet, viszont még ki tudom magamat, én úgy érzem ismerni a dologból. És nagyjából el tudom azt is képzelni, hogy hogy fog kinézni a figura. Hopszika, ez még itt nem jó. Papapapam. Így lesz a jó. Nem. Ja, itt van még hiba. Így a jó. Na. Oké. Na. Ó! És nem mozgatható 3D. Ah! Aha! És na igen, igen. Tehát ez egy 3D-s figura, csak itt ezen a részen tudunk mozgatni. Á, értem. Trükkös. Na, így már érezhető a trükk. Szuper. Na, és akkor innentől kezdve jönnek a 3D-s részletek. És ugye... Csak ott tudunk mozgatni magunkat. Igen. Ez csak ilyen lesz. Ez a megfejtés. Ez nem annak tűnt, hogy ez lesz. Gyorsan meg ott. Na, ez most egy érdekes. Az lesz a feladatunk, hogy külön kell választanunk a színeket, ha jól érzékelem. Aha. Egyforma színe... Ja, külön kell választanunk őket, tehát közöttük fehér kell, hogy legyen. Próbálok rájönni a titkára a dolognak. Lehet, hogy az lesz a lényeg, szerintem, hogy nem lehet egymás mellett két fekete. Hoppá, lejön. Még próbálok rájönni a titkokra, hogy van ez. Hoppá, az mellé ment egy picit. Így a jó. Nem, szerintem nem lehet egymás mellett két fekete. Ez a lényege a dolognak. És akkor itt már jön az érdekesebb szitu. És csak így tudom megoldani.
Több megoldás is van a dolognak. Nem, csak egy. Szerintem. Na, a következő. Akarom megnézni, hogy derékszögben lehetséges-e. Csúcsokban nem, csúcsokban érintkezhet ez a, ez lett volna a kérdésem. És úgy látom, hogy a válasz az, hogy igen. Igen, csúcsokban érintkezhet a dolog. Ott vannak gondok. Ez már egy kicsit trükkösebb kezd lenni. Így. Ez egy... Ez is több megoldásos szerintem egyébként. Az a, az a trükk szerintem. Ez egy kicsit könnyebb megoldás. Ennyi, ennyi. Hoppá! Oké. Jó, ez sem tűnik nehéznek. Basszus, de elfeledkeztem róla, hogy persze, hogy ti is érintkeztek. Na, így valahogy. Na, igen, tehát most már azért elkezdek abban gondolkodni, hogy a lépésszáma számítani fog. És most meg az a lényeg, hogy ide is rakhatom. Tehát a síkban egymásra is áthelyezhetem a dolgokat, értem. Járok vele a legjobban, szerintem. Igen, máshova nem tudnám rakni. Az az érdekes benne. Ez... Na, most jön a helyzet. Most jön a nehéz helyzet. De mégiscsak az lesz a megoldás, hogy... Így. Oké. Na. Na most jön a következő érdekes trükk. De szerintem ez sem egy olyan nehéz dolog. Ennyi. Oké. Oké. Most egy kicsit trükkösebbnek érzem, de nem olyan vészesen nehéz. Így valahogy. Így. Igen. Oké. Ez könnyű volt. Na, itt jön a nehezebb része. Értem ennek is a felépítését, hogy hogy néz ki. Így. Na, nézzük a következőt. Jó, ez is nem olyan nehéz. Így. Ez biztos, hogy ez lesz, és ez is biztos, hogy ez lesz. Szerintem ennek így kell lennie. A
válasz. Itt már itt az az érdekes helyzet alakult ki. Igen, oda egy ilyet kell raknom mindenképpen. Ezt cseréljük ki, ezt meg erre. Szerintem ő ide fog kelleni, és akkor maradt három darab, amit pedig úgy tudunk megoldani, hogy oda rakunk egyet, ide rakunk egyet, és akkor már csak meg kell cserélni kettőjüket. Így, még. Tökéletes. Lehet, hogy volt ennél másabb jellegű megoldás, de most ez tűnt a legkézenfekvőbbnek. Na, itt viszont először az az érzésem, hogy először fönt kell összerakosgatnunk a dolgokat, és látszik is igazából a szituáció, aminek kell itt kinéznie. Ezt is látom. Itt igazából el kell, itt igazából most egy kicsit gondolkodtam azon, hogy milyen figura fog belőle kijönni. És ez meg ugyanaz, csak másik oldalt. Így. Jó. Wow! Á, itt meg forgatunk. Oké. Okay. Újabb logika, illetve újabb újfajta logika. Kezdjünk egyre bővíteni a dolgokat, úgy érzékelem. Megint másfajta logikai virág, amit most csinálunk. Ú, de szép figura ez viszont. Jó, tetszik ez a játék is, de hát nincs olyan logikai játék, ami ne tetszene. És remélem nem a legnagyobb bánatotokra. Hűha, ez viszont most egy kicsit érdekes a szitu itt, mert pedig egymásba fog érni. Lehet már nincs más megoldás. Na nézzük! Lesz a megoldás. Bingo! Félek attól, hogy tényleg az lesz itt a vége, a nehézség ebben a játékban, hogy a lépésszám. Ha. Na, ez már kezd egy kicsit fura lenni. Á! Á, ezt is már összeraktam fejben, csak össze kellett rakni. Jó. Ez már egy kicsit gondolkodtatósabb volt. Na, ez meg mi? Ja, tudom már itt mi lesz, hogy ugye különböző típusúak a vonalak, így is van. És ezeket a vonalakat, ugye... Tehát nem mindegyik vonal, tehát nem mindegy, hogy melyikhez tartozik az a bizonyos dolog, és egy kicsit kezd... keszekuszábbnak tűnni a dolog. De még mindig azt mondom, hogy lesz ennél nehezebb része a dolognak. Egyébként lassacskán elérkezünk most ahhoz a részéhez a csomagnak, amit így átnézegettünk, hogy lassacskán azért itt már ezt cserélgetni kell. Aha! És cserélgetni kell.
Oké. Tehát lassacskán elérkezünk annak a részéhez, ahhoz a részéhez a csomaghoz, hogy most már azért megnéztünk egy pár játékot, és elkezdhetjük azokat a játékokat, amelyeket ugye még nem fejeztük be, azokat befejezgetni szépen sorjában. Ez egy hiba volt az a lépés. Szép kis dollárjel. Na, ez meg micsoda? Ah! Jó. Új, és ezeket cserélgetni kell. Ez is tanítató. Nézem, ez csak így lehet. Oké, meg kellett találni a megfelelő irányát a dolgoknak. Na, ez viszont most egyértelműnek tűnik. Én azt gondolom, hogy ez lesz itt a megoldás, így. De mindjárt kiderül, hogy jól sejtem-e a dolgokat. Nem fogom jól sejteni a dolgokat. Wow! Ez nem volt könnyű. Na, most már két különböző színű vonalunk van. Pontosabban ugye most már háromra ért össze. És kezdenek egyre nehezebbé válni a dolgok. Cserélni kell. Tökéletes. Wow! Na, ez már kezd bonyolultabbá válni tényleg most már. Ez itt fölül kell cserélgetni. Lehet, hogy az lesz itt a megoldás, hogy ide el kell hozni, írni. Életes, a piros is igazából ez így rendben van. Most a pirosat építsük meg. Tökéletes. Közben összejött egy zöld. Pedig ez máshogy nem nézhet ki, csak így. Ezt meg kell cserélni. Van egy-két olyan dolog, ami egyértelmű mozdulat, és abból lehet építkezni. A játékban is innentől kezdve igazából már átlátható volt a feladatunk. Na, ez meg miről szól? Ki kell kísérletezni, hogy miről szól. Ezt kell fognunk a forgatáskor. Már értem. Kezd még érdekesebbé válni a játék. Ez izgalmas volt ez. Ó, és még ráadásul... Hú! Ez cuki lesz.
Aha. A fősők... Azok... Jó, itt egyértelműen az lesz itt a logikánk, hogy úgy kell megcsinálni, hogy amerre mozgatható, ne csináljunk sehol sem lyukat. Tehát abból látható, hogy hova lehet mozgatni, hogy abba az irányba kell, ahol a szélénél nincsen út. Ez majdnem jó. És a tetejét ugye nem tudjuk mozgatni, ez egy fontos lényegi része itt a játéknak. Ez lesz a megoldás. Ja! Hú! Ezzel küzdöttem. Ez még nem jó. Így lesz a jó. Igen. Ez csak így lehet. És ők azok, amik nem érintkeztek egymásra. Uha! Így a jó. Majdnem azt hittem, hogy ott azt még forgatni kell. Aha. Ezek úgy vannak fölépítve. Van egy külső része, meg van egy belső része, amit forgathatunk. Először a külső részével kell dolgoznunk, mert abból látjuk, hogy mellefelé fognak állni a kockák, és utána kell a belső részét beigazgatni úgy, hogy nekünk az jó legyen. Itt most ez a technika, amivel én dolgozom. Ez egy keszekusza vonal, ilyen labirintusszerű vonal, de működött. Ezt nem vagyok benne biztos, hogy kell forgatni. Ezt még megcsináljuk, és utána elköszönünk a kedves nézőktől, mert lejárt az adásidő. Tökéletes. Na, innen folytatjuk. Jó kis pázlő. És a következő adásban megmutatjuk azt a játékot, ami egy kicsit kívülálló a csomagban, mert hogy ez egy olyan játék lesz, amelyet másik ember készített. Ugyanakkor ebben a játékban az lesz a különleges, hogy ezt viszont több adásban fogjuk játszani, már biztosan mondom. Úgyhogy következő adásban ez jön, mi pedig, illetve és ezután pedig visszatérünk viszont ezekhez a típusú játékokhoz. Úgyhogy addig köszönjük a figyelmet, sziasztok!